Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Krisztus földi tanítói munkája a végéhez közeledett. Művét tanítványai nem sokára az ő személyes felügyelete nélkül viszik tovább. Igyekezett bátorítani őket. Nem kecsegtette tanítványait csalfa reményekkel, hanem elmondta nekik mindazt, ami bekövetkezik. Tudta, hogy nem sokára búcsúzik, és itt kell hagynia őket, mint juhokat a farkasok között. Látta, miként üldözik majd, hogyan taszítják ki a zsinagógákból, és viszik tömlöcbe őket. Azt is tudta, hogy közülük néhányat megölnek a bizonságtételük miatt, melyet róla a Mesiásról tesznek. Egyszerűen és határozottan beszélt jövőjükről, hogy nehéz óráikban visszaemlékezzenek majd szavaira, és ezáltal hitük ő benne, mint megváltójukban megerősödjön. Azonban reményt keltő és bátorító szavakat is mondott nekik. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ti érettetek jöttem e világra, ti érettetek dolgoztam. Ha elmegyek is, teljes erővel fogok munkálkodni értetek. Azért jöttem e világra, hogy előttetek megnyilatkozzam, és tudjatok hinni bennem. Elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, hogy vele együtt munkálkodjam értetek. Ellen G. White, az apostolok története, a 12 tanítvány kiképzése című fejezetből.